Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja! Nagyon-nagyon boldott, áldott napot kívánok nektek! Nagyon örülök, hogy egy mennyei mannával kezdhetjük a napot, Izrael népe is a mannát reggel szedhette, más napszakaszban erre nem volt lehetőség. Nagyon jó, hogyha Isten a napodnak az alfája és omegája, hisz ő a kezdet és a vég, kezd vele a napod, fejezve vele a napod. Benihin könyvenek címe az, hogy Jó reggelt, Szent Szellem! amikor felkezd köszönsd a Szent Szellemet, tegyél igai megvallásokat, egy akaraton imádkozz valakivel. Én, ha csak tehetem, minden nap imádkozok a férjemmel egy órát egy akaraton. Mert azt mondja ez igen, hogy bármit kérjetek, ha ketten, hárman közületek az én nevemben, bármit kértek az atyától, ketten egy akaraton, azt megadja nektek azt is mondja az Ige, hogy egy kettő tízezret. Ha összefogtok imában valakivel, akkor többszöröződik az imának az ereje. És a ketten egy nem azt mondja, hogy egy hit szinten, nem azt mondja, hogy egy felekezetből való, hanem egy a feltétel. Tehát, hogyha van egy testvéred, egy keresztény testvéred, akivel tudsz valami felől egy akaraton lenni, Jézus nevében, akkor megadja neked azt az úr, amért imádkoztok. Persze, ha Isten akaratával megegyező az az imádság. Az egyház azt gondolja, hogy arra van elhívva csak, hogy gyülekezetbe járjon, vagy hogy vasárnapi keresztjén életet éljen, de sokkal többre van elhívva az egyház. Azt mondta Péternek Jézus, hogy. Te vagy, Péter a külszikla, és ezen a külsziklán építem fel az én ekléziámat, és a pokolkapu is -e vesznek rajta a diadalmat. Az eklézián, Krisztusnak az egyházám, a pokolkapu is -e vesznek diadalmat, és így folytatja. És amit, megoldott, amit megoldunk a Földön, az a mennybe is oldva lesz, és amit megkötünk a Földön, a mennybe is kötve lesz, és ugyanígy fordítva. Tehát amit mire vagy elhívva, a kötés oldás hatalmával vagy elhívva, hogy az egyház többi tagjával együtt bizonyos dolgokban megegyezzetek, kössetek oldjatok a mennyben, a földön, és azt a menny is tiszteletbe tartja. A szellemvilág is tiszteletbe tartja, és létrejön. Az eklézsi arra van elhívva, hogy döntéseket hozzon, kormányozzon, és ez alapján kihirdessen, ez alapján imádkozzon, és ez pedig Isten megválaszolja. Úgyhogy nagyon fontos az egy való elmondott ima, a közösségi ima, amikor Péter apostol börtönben volt, a gyülekezet imádkozott. És képzeljétek el, mikor Péter kiszabadult egy angyal által, Péter nagyon érdekes, el tudjátok olvasni az Abcsel történet, abban a történetét, elaludt a börtönőrök között. Tehát nem stresszelt, és egy angyal, na kellett felébreszteni, hogy Péter, itt van az ideje, hogy kimenjünk, és kinyitom előtted az ajtókat, és menjünk vissza a gyülekezethez. A gyülekezet imádkozott, amikor Péter kopogtatott az ajtón, hogy itt vagyok, akkor kiment egy Rodé nevű szolgálólány, és, nem, és azt mondta a többieknek, nem nyitotta ki az ajtót, azt mondja, Péter van itt. A gyülekezet azt mondja erre, aki imádkozott egyakaraton, hogy Péter kijöjjön. A Péter nem, nem lehet itt hisző, börtönben van. Biztos csak a szellemét vagy az angyalát láttad. Tehát a gyülekezet, aki egyakaraton imádkozott, nem hitt abban, amért imádkozik. De Isten mégis meghallgatta őket, mert egy akaraton imádkoztak a Jézus nevében, bár hitetlenek voltak közülök többen, de a hitük nem volt feltétel ahhoz, hogy eredményes legyen az imájuk. Csak az egy akarat, és hogy Jézus nevében kérték. Tehát ezért nagyon fontos az egy akaraton való ima, mert egyelőzezred, kettő több többszöröződik az erőd, és úgy szoktam mindig imádkozni az úr előtt, hogy uram, én és az én férjem most egy akaraton, mint az egyház legkisebb sejtcsoportja, jövünk te eléd, arra az égére hivatkozva, hogy azt mondja a ha ketten, hárman egy akaraton kérnek bármit az én nevembe, megadja azt nekik az én mennyei atyám. Ezen igékre alapozva is a tégét soha nem val kudarcot, és soha nem hazudik. Jövünk egy akaraton, hogy kössünk, hogy oldjunk, hogy megegyezzünk dolgokba is, hogy kihirdessük az életünk, a gyülekezet élet a, családunk felett. És így imádkozunk mindig. És mindig így kezdem. Hivatkozok az Úrnak az ő igényére. Mert az a törvénynek egy király is alá van vetve. Isten, amit kimondott, azt ő is tiszteletbe tartja és beteljesíti. A mai rapszódi címe Összpontosíts az igére. Józsi egy hét, csak légy bátor és igen erős, hogy vigyáz, és mindent a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehesz mindenben, amiben jársz. Amikor serdülő voltam, több dologgal kapcsolatban is kerestem Isten szellemét. Nem akartam úgy élni az életem, hogy bukdácsolok egyik dologból a másikba. Nem akartam tipegetni és találgatni, hogy mi Isten célja az életemben. Pontosan tudni akartam, merre menjek, mit csináljak, hogyan kelljek útra tudni akartam Isten irányát az életemre nézve, és mivel úgy voltam vele, hogy ha ő már tudja a jövőmet, nincs abban semmi rossz, ha megkérdezem tőle. Talál ki, mit mondott Isten. Az értelmemet és a szellememet az igéje felé irányította. Azt mondta nekem az igén, a te iránytőd megvilágítja az utadat. Ha követed az igét, igémet, sosem tévezhetsz el az utadat, mindenben sikeres leszel, amit teszel. Ezt mondja Józsuénak is az alapigényben. A Zsoltárok 1195 ben ezt olvashatjuk. Az én, lá, az én lábamnak szövétnek a te igét, ösvényemnek világossága. Az Úr Jézus a János 8.12-ben ezt mondja. Én vagyok a világ világossága aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Jézus az ige. Halleluja. Összpontosíts az igére, és soha nem fogsz elbukni. El ne távozzék a -e törvénynek könyv a te szádtól, hanem gondolkozzál arról éjjel és nappal, mert akkor leszel jó szerencsés, s a te utadon akkor boldogulsz. Isten igéje abszolút igazság, teljesen rátámaszkodhatsz. Ne félj hinni Istenben és az igéjében maradni. Ha ezt teszed, nem tévedhetsz és nem bánhatod meg. Azok, akik megbánják, hogy Isten igét követték, soha nem ismerték azt igazán. És nem is az igét követték, hanem a szívük kívánságait. Amikor foglalkozol az igével, fókuszált maradsz, bármi is próbálja elvonni a figyelmedet. Halleluja. Kenneth Hagen, amikor halálos betegségben ágyban fekvő beteg volt, ágyhoz kötött beteg, akkor Kenneth Hagen kérdezte az urat, uram, hogy gyógyulhatnék meg? Nem akarok korán meghalni, még élni szeretnék. Tínédzser éveit élte Kenet Hagen. 16 éves korában, 16 éves kora körül gyógyult meg addig végig betegségben élte az életét. Azt mondta neki Isten, minden benne van a könyvben. Tudod, Isten igényében minden benne van, ami szükséges. Az ige sikeressé tesz téged, az ige győztes és gyümölcsözévé. Az apostolok cselegedete így hangzik egy ige. Ajánlak titeket Istennek és az ő kegyelmessége igényének, mely felépíthet és adhat nektek örökséget a megszenteltek között. Isten igéje felépít, és az örökséget berepít bele. Tanulmányozd az igét ma is. Mondjátok utánam az imádságot. Drága atyám, az igéd a világosságom, és az iránytű, ami vezeti az utamat az életben. Az igéd a világosság, ami a siker, a győzelem és a nagyság útján vezet. Az igéd által betekintés nyerek a királyság titkaiba és valóságaiba. Köszönöm az igéd vezetésének és útmutatásának az áldását Jézus nevében. Amen. Nagyon örülök, hogy velem tartottál ma is tanulmányozd, hallgast és cselekedj Isten égéje szerint. Isten áldjon meg benneteket. Jó reggelt! Napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!